Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Vasárnap választásokat tartottak Magyarországon. A szavazásra jogosultak a lakóhelyük szerinti polgármesterekről, a képviselőtestületi tagokról, a vármegyei listákról, valamint az európai parlamenti képviselőkről is döntöttek. Akik tegnap este követtek bennünket, azok már jó néhány fontos eredményről értesülhettek. Most újra átvesszük a legkiemelendőbb adatokat, érdekességeket vagy akár meglepetéseket. Ebben is még csak dr. Fábián Gergely szociológus lesz a segítségünkre. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy nagyon sok mindenben kuriózum volt ez a választás. Mindjárt azzal, hogy összevonták az Európai Uniós választást az önkormányzati választásokkal. Miben befolyásolta ez egyáltalán a szavazási hajlandóságot és a választási eredményeket? Hát alapjában véve ez tényleg lehet sok szempontból történelmi választásnak nevezni, hiszen így együtt még nem volt. A kérdés az nyilvánvalóan első körben az volt, hogy mennyire lesznek hajlandóak az urnákhoz járulni a választópolgárok, tehát hogy a részvételi arány az hogy fog alakulni, hiszen általában az önkormányzati választásoknál korábban relatíve magas arányokat lehetett mérni, az EP választásoknál már relatíve alacsony, olyan 40-45% körüli arányok voltak tipikusak. Sőt, az jóval alacsonyabb volt. Ez volt a kérdés, de most azért a tegnapi adatok arról meggyőztek, hogy ennek volt ilyen módon értelme, hiszen már az előzetes becslések is azt számolták, hogy minimum 50%-os részvételi arány lesz, de valószínűleg meg is fogja haladni, és aztán meg is haladta elég szépen. Egyébként nem csak országosan, hanem a mi vármegyénkben is meghaladta. Úgyhogy ennek úgy gondolom, hogy egyrészt van ilyen módon létjogosultsága, hogy akkor egyszerre legyen ez a két választás, meg hát volt egy eléggé felfokozott kampányidőszak, ami megelőzte, és valószínűleg ez is mozgósítóan hatott a választókra. Hát itt felbukkant a semmiből egy új párt, ami teljesen összezavarta a képet, vagy úgy is lehet mondani, hogy felpesdítette. Ez így van, tehát a Tisza párt az most egészen elképesztő van, nem is tudom, hogy a magyar politika történetben volt-e már ilyen, hogy 24 hónap alatt ilyen eredményt érjen el egy tulajdonképpen a semmiből jövő pártformáció. És ugye az ellenzők még azon is gondolkodtak, hogy mivel ők például a budapesti közgyűlésben 10 helyet szereztek, az EP-nél pedig hetet, hogy van egyáltalán ennyi emberük, akiket be tudnak ültetni majd ezekre a képviselői helyekre. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen új jelenség, és hát az egyik oldalról azért azt meg kell mondani, hogy azért Tisza párt nem a Fidesz győzte le, hanem sokkal inkább a korábbi ellenzéki pártokat darálta le alapvetően. Nyilvánvalóan az önkormányzati választásokig nem tudtak eljutni, mert azért ez a pár hónap arra nem elegendő, hogy egy országos szervezetet tudjanak úgy kialakítani, hogy aztán jelöltjeik is legyenek az önkormányzati választásoknál. Tehát itt nem igazából tudtak labdába rúgni, de ha megnézzük mondjuk Magyar Péternek a nyilatkozatait, azért ők is elsősorban az EP választásra koncentráltak, illetve majd a jövőre, a fővárosi közgyűlésre, így van, illetve hát a jövőre, majd a 2026-os országgyűlési választások. Az egy nagy kérdés, mert most nagyon fut a szekér, komoly meglepetés, nemzetközi vízhangja is kifejezetten nagy ennek a újfajta formációnak, hogy ez a lendület, ez valóban kitart-e majd 2026-ig, az biztos, hogy átrajzolta a magyar belpolitikai térképet, de hát ez a jövő zenéje, ezt majd meglátjuk. És hát most jön majd az építkezés, gondolom én, hát most jön az a kuli munka, amit hát általában talán kevésbé szeretnek a pártok, de amit nem lehet megúszni, hát pártszervezeteket kell létrehozni az ország gyakorlatilag szinte minden pontján, és ez egyrészt nem túlzottan látványos munka, másrészt pedig viszonylag sok időt vesz igénybe, hogy nyilvánvalóan meg kell találni azokat az embereket, akik egyrészt tiszta szimpatizánsok, meg szívesen vállalnak politikai szerepet ennek a pártnak a logója alatt. Ugyanakkor abban is más ez a mostani választás, hogy ugye most megtörtént az önkormányzati választás, de tulajdonképpen a csere az majd ősszel történik. Tehát itt van egy pár hónap. Ez így van, de hát ezt eddig is tudtuk, hogy
legjobb emlékeim szerint, nem biztos, hogy jól emlékszem, azt hiszem Szekszárd városa az az egyetlen város, ahol tulajdonképpen mamától van polgármester, de ott egyszerűen az történt, hogy egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt a polgármester lemondott, és már nem volt idő arra, hogy akkor ott egy extra választást kiírjanak, hanem megvárták az önkormányzati választásokat, tehát azt hiszem ő lesz az egyedüli, aki mától polgármesterként fog tevékenykedni, de október 1-től lépnek be az újak. Mik voltak a legnagyobb meglepetések? Csak néhány dolgot országos szinten, és aztán nyilván a megyei. Hát országos szint, amit beszéltünk, ugye a Tisza pártnak a nagyon jó eredménye, az meglepetés, az, hogy az ellenzék nagyon gyengén szerepelt, az már borítékolható volt, hiszen az előzetes becslések is arról szóltak, hogy a Mi Hazánknak lehet egy mandátuma az Európai Parlamentben, esetleg a Kutyapártnak, de nekik nem sikerült elérni az 5%-os küszöböt. Bizonyos értelemben talán az is meglepetésnek mondható, hogy a korábbiakhoz képest kicsit gyengében szerepelt a Fidesz, de ezzel a, mondjuk ezzel a gyengébb szerep, mert ugye 13 képviselőjük volt, most 11 lesz, de azt kell mondom, hogy még egy gyengébb szerepléssel is simán megnyerték a választásokat. Tehát voltak ilyen típusú meglepetések, a másik pedig, legalábbis az én megítélésem szerint, az a nagyon szoros küzdelem, ami most éppen Budapesten még mindig zajlik, Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között, hiszen bár Karácsony Gergely bejelentette, hogy győzött, ez most jelenleg így is néz ki, legalábbis matematikailag így néz ki, de ott valami 300 vagy 320 szavazat a differencia, úgyhogy itt biztos, hogy újra számlálás lesz. Ez, de ez logikus, egyébként, ha Karácsony lett volna a második, és hasonló, akkor is újra számlálást fog kérni, tehát a vesztes fél, úgyhogy ezt még most prolongáljuk, ez majd később kiderül. Visszatérve az Európai Uniós választásokra, mennyiben befolyásolhatja még a külföldről érkező szavazatok száma? Hát elvileg esetleg egy-egy mandátum sorsa még eldőlhet, legalábbis elméletileg, úgy gondolom, de nagyon jelentősen már nem fogja átrendezni a jelenlegi viszonyokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az eredmény, tehát magyarul az, hogy első a Fidesz, második a Tisza párt, a harmadik ugye a DKMSZP párbeszéd koalíció, illetve a Mi Hazánk, ez valószínűleg már olyan nagyon lényegesen nem fog változni. Jellemző, hogy kis települések, illetve közepes vagy nagy nagyvárosok milyen pártpreferenciákkal hozták az eredményeket? A kis települések, és mondjuk ez a mi vármegyénkre is igaz, nem biztos, hogy mindegyikre, de a mi vármegyénkre meg különösen, általában a kormánypártokat szokták támogatni. Ugye a Szabolcs-Szatmár-Beleg vármegyében a Fidesz érte el a legjobb eredményt, hiszen a Fidesz listára általában 50% alatti voksok, ugye ezt lehetett látni az összesített. Igen. Két megye volt, ahol 50 vagy 51-2%-ot értek el, nálunk viszont majdnem 55%-os támogatottságot kaptak. És akkor ebből már nagyjából lehet látni, hogy a kis települések azok hova voksolnak. A városok azok megoszlanak már, ott az ellenzéki jelöltek sok esetben sikeresebbek voltak. Vagy mondjuk Budapest bizonyos kerületeiben, bár nagyjából ott is azt lehet látni, hogy hozták ugyanazt az eredményt, mint az előző önkormányzati választásoknál. Illetve Nyíregyházán talán 1000 szavazattal többet kapott a Tisza az EU-s ott választáson. Az EU-snál igen, ott magasabb volt, tehát kicsit másképp vélekednek. Ami azért is érdekes választói magatartás, csak ehhez majd később különböző kutatásokat kellene folytatni, hogy miközben fideszes polgármestert választanak, és egyébként tulajdonképpen a testület is döntő részt fideszes képviselőkből áll, aközben meg a Tiszára szavaznak többen. Tehát ez egy érdekes eredmény érdekes ilyen szempontból. Érdekes, de ugye Tisza nem volt most a hát az önkormányzati választás nem volt. Az önkormányzati választáson, tehát arra nem tudtak x-elni. Nagyjából ezt a képet hozza az önkormányzati választás is, a megyében mindenképpen. A megyében mindenféleképpen, az az igazság, hogy olyan borzasztó nagy meglepetések nem
születtek. Tehát ha létezik egy olyan fogalom a választásoknál, hogy papírforma, akkor nagyjából a papírforma jött be. Vannak többen is, akik a harmadik, sőt negyedik ciklusokat kezdik polgármesterként, tehát úgy tűnik, hogy a választópolgárok elégedettek az eddigi munkásságukkal és tevékenységükkel. Hát Tiszaalök meg Tiszavasvári volt az, ahol meglepetés született, tehát ahol új polgármester lesz, ráadásul két hölgy személyében, úgyhogy azt mondom, hogy azt talán meglepetésnek lehet tekinteni, de alapjában véve nagyjából az a forgatókönyv érvényesült, amire egyébként is számítottunk még a választások előtt. Innen folytatjuk. Néhány perces kitekintést teszünk. Demecser vadonatúj kézilabda csarnokát mutatjuk meg önöknek, melyet Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter társaságában adtak át. A bejátszást követően folytatjuk a választások kiértékelését dr. Fábián Gergely szociológussal. Így mutat kívülről Demecser vadonatúj kézilabda csarnoka. Ez pedig már a küzdőtér, a szabvány kézilabda méretű pályát a helyi csapatok edzésre, mérkőzésre, a város iskolája testnevelés órákra, a közösségek pedig akár kulturális programok lebonyolítására is használhatják. 2020-tól kezdődően már 17 ilyen komplexumot építettek a kézilabda munkacsarnok fejlesztési program keretében. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek önökkel, és ünnepelhetjük az új kézilabda munkacsarnok átadását. Ez a létesítmény nem csupán egy épület, hanem egy közösség számára létrehozott hely, ahol a sport és a közösségi események találkoznak. Ez a projekt nem csak a város, hanem az egész régió számára fontos. Magyarország kormányának támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a modern sport létesítmény. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a korszerű épületnek a megvalósításához. A munkacsarnok nem csak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont fog adni. Az új kézilabda csarnokot összesen csak nem 1,5 milliárd forintból kormányzati támogatásból építették fel. Az avató ünnepségen elhangzott az országos kézilabda csarnok építési program egyik fő célja, hogy több funkciós, fenntarthatóan üzemeltethető létesítmények épüljenek a fejlődő régiókban. Ha keressük azt, hogy mit várunk egy ilyen magas építési beruházástól, akkor nagyon röviden összefoglalva az, hogy funkcionálisan, gazdaságossági, üzemeltethetőségi és esztétikai szempontból is legyen rendben. Itt egy olyan funkciót találtunk, amelyik valójában tényleg több, mint a sport, sokkal több betad ez a közösségnek, mint egyszerűen egy sportlétesítmény, és azok a kiegészítő elemek, amik elkészültek, azok mind-mind a mindennapi használat szempontjából adnak a településnek, adnak a városnak és az erre járóknak. A gazdaságossági szempontoknál két aspektust érdemes mindig kiemelni. Az egyik, hogy a beruházásra fordított összeg lehető leghatékonyabb felhasználását tudjuk megvalósítani. A másik pedig az, hogy a hosszú távú teljes projekt életciklusra vizsgált üzemeltetési költségeket optimalizáljuk. Hogyha ennek a csarnoknak a megvalósult elemeit nézzük, akkor tudjuk, hogy a kormányzati támogatás jó helyre ment, hiszen az valósult meg belőle, aminek meg kellett valósulnia, és olyan minőségben, amilyenben ez elvárható. Az üzemeltetésnél pedig érdemes kiemelni azt, hogy ha csak az energetikai szempontú elemeket vesszük figyelembe, akkor akár a napelemes rendszer, akár a hőszivattyús rendszer megvalósításával, ugye az optimális üzemeltetés irányában nagyon komoly lépéseket tettünk. Ugye a fenntarthatósági követelményeket sosem lehet megkerülni már egy ilyen közösségi létesítménynél. Hogyha itt körbenézünk a csarnok környékén, akkor örömmel látjuk, hogy ez egy zöld fejlesztést is hozott egy olyan településen, amelyik szerencsére egyébként is ilyen téren egész jól áll, de nincs az a szint, amit ne lehetne még jobbá tenni. És az esztétikai szempontot utoljára említettem, de valójában ez egy nagyon fontos építészeti projekt megvalósítási aspektus a kérdéskörnek, hiszen minden közcélú vagy jellegében legalábbis közcélt megvalósító létesítménynél alapvető elvárás az, hogy az a szűkebb és a tágabb környezetének a minősített, épített környezetét is feljebb húzza, és az átlagot
javítsa, és olyan esztétikai élményt adjon a településnek, amelyik révén gyakorlatilag otthonosabbá, jobbá, vonzóbbá válik. Ennek ugye mindig két aspektusa van, ugye vannak, akik itt laknak, nekik ugye ez a mindennapjaikat tudja jobbá tenni, és vannak, akik erre járnak, és ezáltal ugye vonzóbbá válik a település, akár turisztikai, akár egyéb szempontból. A demecseri kézilabda csarnokot Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében adták át. A tárca vezető beszédében elmondta, a sport építi az egyént, fejleszti a közösséget és erősíti a békét, amire most mindennél nagyobb szükség van. Kiemelte emellett az észak-keleti régió fejlődését. Szeretnék gratulálni ennek a közösségnek, hogy élt természetesen a kormány adta lehetőségekkel, de élt azzal a lehetőséggel, hogy ide egy ilyen gyönyörű építményt építsen, és egyben hadd ragadjam meg ezt az alkalmat is, hogy Sesták képviselő és miniszter úrnak is gratuláljak, hiszen töredelmesen megvallom egy Magyarország kincsei iránti adósságom, de felétett ígéretem is már évekkel ezelőtt el kellett volna, hogy idehozzon, de ez elmaradt. Én nem jártam még soha Kisvárdán, bevallom töredelmesen, és a környéken is csak keveset, ezért ámulattal állok azelőtt, amit miniszter úr és a munkatársai, és itt hangsúlyozom a munkatársait, bajtársait, barátait, követőit, akikkel a mai nap alkalmában volt lehetőségem személyesen is találkozni, amit így közösen létrehoztak. Ezt onnan Budapestről, ahonnan mi időnként kényszerből ugyan, de nézzük a világot, egyszerűen nem lehet megérteni. Amikor ide jövünk, és találkozunk az itteni közösségekkel, és megértjük azt, hogy ez a speciális része az országnak, amely most majd erre utalni fogok mindjárt, mennyire mindannyiunk figyelmének középpontjába is került, és ugyanakkor évezred óta kultúrák, vallások, közösségek találkozási pontja is, az milyen hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 évben körülbelül. Azok a dolgokat, amiket ma láttam, mindegyiknek az eredet történetét is érintettünk, a nézésbe belefáradtam, nemhogy a megépítésébe. Azok 10 évvel ezelőtt indultak el, 11 néhány ezer születtek meg az ötletek, és kapott ez a régió, ez a város és a környezete, így Demeter is egy olyan többletenergiát, amibennek az egyik megvalósulása ez a kézilabda csarnok. Tehát gratulálok önöknek ehhez, gratulálok, hogy ezt megvalósították, és gratulálok annak azért is, hogy a sportnak egy újabb ilyen, nem szeretek szakrális kifejezéseket használni, helytelenül és kontextusán kívül, de mégiscsak templomaként kell hivatkozzak erre az építményre. A sport mindenre jó. A sport építi az egyént, fejleszti a közösséget, és segít a békét is megőrizni. A kézilabda csarnok átadását különböző kulturális programokkal tették ünnepélyessé Demecserben. Újra itt vagyunk dr. Fábián Gergellyel, akivel folytatjuk a tegnapi választások értékelését. Ott hagytuk abba, hogy két megyei városban történt meglepetés, Tiszalök és Tiszavasvári esetében. Mivel magyarázható ez a Most helyi viszonyokat kellene sokkal jobban ismerni, nyilvánvalóan. Függetlenül attól, hogy például Tiszalökön, én emlékszem, hogy Gál Gabriella már többször pályázott, és indult különböző választásokon, csak eddig kevésbé sikeresen. Most viszont eléggé meggyőző fölénnyel választották meg polgármesternek, úgyhogy azt mondom, hogy most tulajdonképpen siker koronázta egy több éves politikai jellegű tevékenységet az ő esetében, de valószínűleg azt is el tudom képzelni, hogy kevésbé voltak elégedettek a városvezetéssel a szavazók, és inkább változásra szavaztak. Ebből különösen Tiszavasvári egy érdekes település, mert ugye ott hosszú ideig jobbikos polgármester volt a Fülöperik személyében, és akkor azóta meg mindenféle változások. Mintha nem találná magát. Igen, valahogy keresgélik, hogy ki lenne az igazán jó polgármester, vagy milyen legyen a testület, és milyen típusú, hogy mondjam, jövőképet preferálnak. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy ez a két hölgy azért lerakott az asztalra valami olyan programot, amire azt mondták a városlakók, hogy ez rendben van, ezt szívesen támogatják.
Lehet azt látni, hogy a választópolgárok egyre nyitottabbak civil szervezetek irányába, vagy a független jelöltek irányába? Igen, egyre több van. Mondjuk az is igaz, hogy... És önkormányzati választásokról beszélünk, igen. Tehát itt... Az is igaz, hogy ha most nagyon-nagyon matematikázunk és összeadjuk, hogy hány független van Magyarországon, mármint polgármester, illetve testület is, akkor minden egyes választásnál kiírhattuk volna az ajtóra, hogy a függetlenek győztek. De... mert hogy egyszerűen mennyiségét tekintve, és főleg a kisebb településeken igazából nem léteznek pártszervezetek, vagy ha el is jutnak valamennyire, például mondjuk itt a mi vármegyénkben, ott a határmenti kis településeknél szinte kizárólag független testületek és független polgármesterek vannak. Ha esetleg el is jutnak, akkor nem biztos, hogy van pártszervezet, de esetleg arról biztosítják a jelölteket, hogy XY párt támogatja az ő jelölését, és segítenek, amiben tudnak. Illetve sok helyen lehet azt tapasztalni, de ez azért sokkal inkább város, ahol relatíve erősek a különböző egyesületek, alapítva a civil szervezetek, amelyek döntő részt, amennyire nekem erre rálátásom van, a döntő részt valamilyen városfejlesztési célokért létrejött civil szervezetek, akik lehet, hogy amúgy is sikereket tudnának elérni ezen a területen, csak több tagjuk gondolja úgy, hogy ha ő lesz a polgármester, vagy bekerül a testületbe, akkor még hatékonyabban tudja képviselni azokat az érdekeket, amiket ez a civil szervezet kitűzött. Azt lehet látni, hogy azok a polgármesterek, akik regnáló polgármesterként újra bizalmat kaptak, azok nagyon nagy arányjal győztek. Ez így van, pláne a mi vármegyénkben, meg különösen, tehát ott van közel 80%-os szavazati arány is. Én úgy gondolom, hogy amikor csak az önkormányzati választásról beszélünk, akkor az, hogy milyen pártszíneiben indul valaki, nem akarom lebecsülni a választottak a párt szimpátiáját, de ez nagy valósággal visszaszorul a második helyre, mint szempont. Az első szempont az, hogy hogyan ítéljük meg azt az elmúlt 5 évet, mi történt a településen, fejlődött, nem fejlődött, milyen beruházások voltak, egyáltalán milyen a településnek mondjuk az életminősége, ez mennyit javult az elmúlt időszakban. Tehát fontosabb szempont, hogy megítéljék a polgármesternek, illetve a testületnek is, de most maradjunk a polgármestereknél, azt a tevékenységét, amit a település érdekében végzett. És hogyha megnézzük mondjuk például a kampányokat, akkor a helyi kampányok általában csendesebbek, kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, de ma már mondjuk a közösségi média az egy fontos szerepet játszik ezen a területen, és hogyha megnézzük, én egy pár regnáló polgármesternek a profiljait néztem meg a közösségi médiában, hát a legkevesebb poszt az pont a központi, nem tudom, marketing vagy reklám poszt volt. Amit posztoltak, ez zárójelben megjegyezve egyébként kampányidőszakon kívül is, hogy mi történt a településsel, milyen fejlesztés volt, mit adtak át, milyen rendezvény volt, milyen esemény volt. Tehát lehet érzékelni, hogy ők is, vagy a kampány tanácsadóik sokkal fontosabbnak tartják azt a választásoknál, hogy az adott településről szóljanak ezek a bejegyzések. Szövegesen, fotóval, kis filmekkel. És azt is meg kell mondanom, hogy egyre professzionálisabb módon használják ezeket az eszközöket a polgármesterek. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a pártok a kampányaikban mintha iránytévesztettek volna, vagy mintha nem a megfelelő rendezvényen lettek volna. Tehát nem arra irányították a kampányt, amiről szóltak ez így van. Ezek a választások. Tehát egyrészt voltak olyanok, akik szinte kizárólag csak az EP választásra koncentráltak, ami egyik oldalról logikus, de hát önkormányzati választások is voltak, tehát hogy ott az önkormányzatok azok úgy nem is kerültek szóba. Ebbe egyébként a Magyar Péter is érdekes dolgokat mondott, hogy ő körberúcsózta az egész országot, hogy ő se igazán beszélt az önkormányzatiságról, vagy az önkormányzatokról, illetve még egy-két helyen talán mondott olyat, hogy
szerinte az ottani válaszoknak kit nem kellene támogatni, de az, hogy kit kellene támogatni, azt egyetlen egy helyen sem mondta el. Pont az ő esetében talán még érthető is, hiszen ő az EU-s választásra koncentrált, az önkormányzati annyira nem volt érdekelt. A hagyományosabb, vagy régebbi ellenzéki pártok pedig azzal rocsóztak az országban, hogy váltsuk le Orbán Viktor rendszerét, amit én azért nem igazából értek, mert a választó se bolond, hát tudja jól, hogy önkormányzati képviselőket választunk, meg Európa parlamenti képviselőket, tehát magyarul hétfőtől Orbán Viktor lesz továbbra is Magyarország miniszterelnöke, ugyanaz lesz a parlament, mint volt, ugyanaz lesz a kormányzat, ami volt, tehát gyakorlatilag nem teljesen értettem azt, hogy miért pont ez a hívó szó. Lehet, hogy pont a Tisza pártnak a kampányára próbált válaszolni az ellenzék ezzel? Ez elképzelhető, ráadásul Ráliciálni. Kicsit rálicitálni, igen, ez kétségtelen tény. Másrészt meg, hát ha nem is ezeken a rendezvényeken, de mert emlékeim szerint ott ezek nem nagyon hangzottak el, bár nem voltam ott minden nagy gyűlésen, de azért a DK az rendesen rászállt Magyar Péterre, tehát ott azért próbálták nagyon masszívan kritizálni. Ez kétségtelen tény, csak ez is lehet, hogy egy öngól volt. Tehát ez is része volt a kampánynak egyébként. Nyilvánvalóan, tehát a kampánynak mindig van egy negatív kampány eleme, de az, hogy látható módon egy egyre erősebb politikai szereplőnek, egy egyre befolyásosabb politikai szereplőnek, most próbáljuk meg lejáratni, hát ez úgy tűnik, hogy ez is egy öngól volt, mert nem sikerült. Mi az, ami várható most a következő néhány hónapban, az alapján, amilyen eredmények születtek, mire lehet számítani? Hát úgy gondolom, hogy ahol ugyanazok lettek a polgármesterek, ott a munka, meg nagyjából a képviselőtestület is ugyanúgy áll össze, mint korábban, ott egyszerűen folytatódnak azok a munkák, meg feladatok, amelyeket elindítottak, vagy ugyanazok a projektek, tehát ott nagy változást nem észlelek. Ugye Budapest az most egy külön bolygó ebből a szempontból, ott várjuk meg, hogy mi lesz a végeredmény, de azt is meg kell mondanom, hogy bárki lesz a győztes az újraszámolás után, nagyon nehéz helyzetben lesz, mert azért ott a többség az azt jelenti, hogy van 10 fideszes képviselő és van 10 Tisza képviselő, tehát ott nem lesz könnyű az elkövetkezendő 5 évet végig csinálni, hogy többséget tudjon kialakítani. Az EP választásoknál hát most indul majd be az eredmények ismeretében, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy az Európai Néppárt lett megint a legerősebb párt, és van 2 koalíciós partnere, és megint ők adják a legtöbb képviselőt, de azért a radikális jobboldal egy kicsit megerősödött, jobban, mint az előző választásoknál, csak ott eleve van már 2 frakció, akik, hát elég sok konfliktusuk van egymással, ráadásul ugye a német AfD-t egy pár héttel ezelőtt kizárták, vagy kirúgták, így is, miközben az AfD második lett Németországban a választás, tehát nagyon megerősödött, úgyhogy ott most jönnek majd azok a koalíciós tárgyalások, ugyanis ha az ID és az ECR, ez a 2 radikálisabb jobboldali csoportosulás hajlandó lenne koalíciót kötni, függetlenül attól, hogy elég sok konfliktus van köztük, tehát sok kérdést teljesen másképp ítélnek meg, mondjuk az orosz-ukrán konfliktusban teljesen másképp gondolkodnak. De mégis tudnának, és netalántán még az AfD-vel is ki tudnának egyezni, akkor tulajdonképpen a néppárt után a második legnagyobb frakció jönne létre az Európai Parlamentben. Hát ez még egy pár hétig el fog tartani, úgy gondolom, és akkor majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Az, hogy meg ki lesz az elnök, hát nyilvánvalóan Ursula von der Leyen, ő most masszívan kampányolni fog, hogy továbbra is megmaradjon, ő mégiscsak néppártos. Annyira nem stabil a széke. De nem stabil, ráadásul ő is úgy került oda annak idején, hogy megvoltak a jelöltek, nem is tudom, 5 vagy 6 jelölt volt, akik valami miatt senkinek nem nyerték el a tetszését, és akkor valójában a kalapból elővarázsolták őt, és rám viszont már rábólintottak. Úgyhogy igazából nagyobb bizonytalanság, vagy amire azt mondom, hogy az ki kell várni, az az Európai Unió lesz. Itt az önkormányzatok terepén valószínűleg nagyobb nyugalomra lehet számítani. Itt a megyében mindenképpen, igen, hiszen jelentős többséggel a Fidesz megnyerte a választásokat, és a képviselőtestületek többsége Nyíregyházán is, illetve a megyei közgyűlésben is megvan az a jelentős többség, amivel folytatják
Ez így van, itt csendesebb lesz az élet, mint igen. Brüsszelben. Dr. Fábián Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt, és mindenről beszámolt nekünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, várjuk Önöket akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!